Kovács Emil hangszerkészítőmester vagyok. Apropója ennek a kis filmnek, hogy 50 éve vagyok a szakmában. Budapesten születtem, a múlt század közepe táján. Szüleim úgynevezett értelmiségi családot alkottak. Édesapám gazdasági főtiszt volt, akkori budapesti székesfővárosnak. Önkormányzatánál, illetve polgármesteri hivatalánál dolgozott. A háború után persze kicsit lefokozták, az akkori tanácsrendszerbe került be, és hát először a fővárosi tanácsnál, aztán a 16. kerületi tanácsnál dolgozott különböző pozíciókban. Édesanyám tanítónő volt. Hát ebben a családban ketten születtünk, az öcsém meg én, először én, és érdekes iskolákat választottak a szüleink. Édesanyám választotta az akkori Lővei Klára tanító, nő, képző, gyakorló iskoláját. Nagyon szerettem az úgynevezett kis tanítónéniket. Ezek voltak a gyakorló növendékek, és a tanóráinknak a fele az ilyen változatos, más-más személyek által vezetett órák voltak. És nagyon jó volt együttműködni a tanítónénikkel, mert ezek általában előtte bejöttek a szünetbe, ismertük egymást, tehát tudtuk név szerint, hogy ki kicsoda. Egy osztály volt, mindig a végzős osztály, akik már gyakorló tanítást kellett, hogy adjanak. Ez a kapcsolat nagyon tetszett nekem. De volt egy meghatározó tanító bácsi második osztályban, aki minden órát úgy rendezett, hogy szünetbe előtte telerajzolta a táblát. Tehát egy színes, aranyos kis rajzzal teli tábla volt ott minden óra előtt. És ez a tanítóbácsi szeretette meg velem tulajdonképpen a rajzolást. Öcsémmel mindketten jól rajzoltunk. Általában az volt a felállás, hogy én rajzoltam, ő színezett. Ilyen kis képregényféléket csináltunk, ami saját magunk kitalálta meséknek voltak a kis előadásai. Ő is rettenetesen precíz volt. Tehát a színezésben olyan, hogy hát 4-5 évesen, hát ma ritkaság, hogy egy gyerek annyira fegyelmezetten és olyan érzékel tudjon színezni. Szóval ez a rajzolás volt az első, ami meghatározó volt a alsó tagozatban a számomra. A másik pedig az, hogy ebben az iskolában volt Andor Ilonának a gyerekkórusa. Itt még ebben még az édesanyám is énekelt. Tudnék, ő is ebben az iskolában végzett annak idején. Az a különbség, hogy akkor egy egyháziskola volt. És aztán ugye az állam folytatta a tanítónőképzést abban az iskolában. Tehát az Andor Ilona zenei kórusába is énekeltem, mondhatom, 2 évig. Nem mintha különösebben nagy adottságom lett volna erre, de szinte minden gyereket kipróbáltak. Tehát ez volt szerintem a megalapozása annak, hogy végülis merre felé fogok, és fogunk az öcsémmel mindketten menni. Az alsó tagozatot jártam csak ebben a tanítónőképző gyakorlóiskolában. Ott felső tagozat nem volt, ugye, mert a tanítónők akkor csak alsó tagozatban taníthattak, és a felső tagozatban egy másik iskolába kerültem, ahol az édesanyám is dolgozott akkor. Hát ez az iskola annyira különös iskola nem volt, viszont nagyon jó rajztanáraink voltak. És emlékszem, hogy talán nem is volt akkor minden iskolában rajz, terem, külön. Tehát a rajzórára mindig egy külön terembe mentünk át, ahol kis padok voltak, körbeültünk, tehát nem úgy, mint a osztályteremben, és akkor vagy kitettek valamit, vagy kiállítottak valakit, és akkor azt rajzoltuk. Tehát a rajz az tulajdonképpen tovább is igen jelentős volt, már az én érdeklődési körömben. És ugyanúgy a zene is tovább ment, mert az édesanyámat kapacitálták a kollégái, hogy miért nem tanul a gyerek zenét.
És hát az édesanyámnak is fontos volt, hogy mi tanuljunk zenét. Ő is tanult egy keveset, hát úgy, hogy azért tudott zongorázni, de főleg kórusban énekelt. Édesapám is énekelt kórusban, de hát nem voltak zenész egyéniségek egyébként. És akkor elkezdtem a zongorázást, nem túl nagy lelkesedéssel. Őszintén mindig szerettem a zenét, mindig csodáltam a jó zenészeket, a jó előadásokat, de ugye magamat nehezen tudtam volna elképzelni azon a pályán. Az öcsém az érdekes, hogy ő több mindent is kipróbált. Tehát nem csak a zongorát, ő fúvósokkal próbálkozott, furjával, klarinéttal és fagottal is. A fagottal jutott viszonylag kicsit tovább, de aztán az is abban maradt már felnőtt korára. Szóval a zenetanulás az elkezdődött, tulajdonképpen 5 évig tanultam zongorázni, ez tényleg az alapfoknak felelne meg. Aztán ez félbe maradt, ez már a gimnáziumi tanulmányok alatt volt. Hát kisebb gondom is nagyobb volt annál. Viszont a gimnáziumban tulajdonképpen akkor találkoztam először olyan hangszerekkel, amiket nekem kéne megcsinálni. Ezeket az osztálytársaim hozták elém, akkor indult ez a gitáros kultúra. Hát több osztálytársamnak volt gitárja, a lányok közt volt, akinek hegedűje volt, csellója volt. És tudták rólam, hogy tulajdonképpen szeretem a hangszereket, meg szeretem a zenét, sőt én is megpróbáltam gitározni. Hát ijesztő dolgokat tudtunk csinálni akkoriban, hát ez a 60-as éveknek az elején. De úgy valahogy rám ragadt ez, hogy foglalkozzak hangszerekkel. Az öcsém ugyanúgy. Tehát öcsém csak 2 évvel volt fiatalabb, de ő is nagyon iparkodott ugye maga részéről, hát ő több mindenbe belefogott. És tulajdonképpen ő döntötte el először, hogy ő hangszerkészítő akar lenni. Hát ő már gimnázium alatt eldöntötte, mert neki hát elég döcögősen ment a gimnázium. És én nem is nagyon akarta befejezni. És akkor döntött úgy, ő elsőnek, hogy ő hangszerkészítő lesz. Már a gimnáziumi tanulmányok alatt kezdtük kialakítani otthon a műhelyünket. Ez nagypapám lakásában történt, nem mint hogy olyan sok hely vagy lehetőség lett volna, de szereztünk gyalupadot, szereztünk alapszerszámokat, és hát igazából barkács szinten, de tudtunk már dolgozni. Na most, mikor én befejeztem a gimnáziumot, többfelé próbálkoztam, hogy mit tanuljak tovább, tovább tanuljak, ne tanuljak tovább. Én akkor még a képzőművészeti pályát tartottam volna magam számára érdekesnek, meg is próbáltam a felvételit, egyszer próbáltam meg, igaz, de persze nem vettek föl. Grafikus szerettem volna lenni. Aztán még egy néhány szakmát is körüljártam, nyomdai szakmákat, meg üveges szakmákat. De véletlenül valahogy belebotlottam a hangszer KTS-be. Akkor volt minőségi hangszer KTS-nek hívták, és az öcsém nagyon-nagyon biztatott, hogy próbálják meg oda fölvételizni tanulónak, és ha jó lesz, akkor ő is oda jön majd. Hát így indultunk el a hangszerész szakma tanulása irányába. Érdekes, nyáron jelentkeztem, elvileg betelt a jelentkezés. De valaki visszamondta, és egy beszélgetés alapján rögtön fölvettek tanulónak. Ekkor a tanulóidő 2 év volt, tehát érettségivel 2 évet kellett tanulóként tölteni. Hát úgy vettek föl, hogy vonos hangszerkészítőnek. De az első nap úgy döntöttek, hogy nem leszek vonós hangszerkészítő egyelőre, mert az a kisgyerek, akit fölvettek a cimbalom készítők közé, az annyira kicsi volt, hogy nem fogja elbírni a cimbalmot. Már pedig azt venni kell ide-oda, hát akkor cseréljünk vele. Nekem nagyon jó lesz, mondták ők, mert hát most ez a helyzet, hogy ezt ki kell cserélni, aztán az a gyerek vagy megnő, vagy nem, de aztán ha a szakmát elvégeztem, utána azt csinálok, amit akarok.
Tehát ebbe belekapaszkodva, én miközben a cimbalmokat tettem, vettem ott, hát azért elkezdtem más hangszereket is csinálni. Olyan mestereim voltak, akik hát nem egyoldalúan képzettek. Tehát az egyik mesterem az kimondottan vonós hangszerkészítő volt, a másik, de viszont a cimbalommal foglalkozott. A másik a zongora készítő volt, meg tangóharmonikás. A részlegvezetőm, akkor részlegvezetőm az egy híres hangszerkészítő család tagja volt, a Bohákék. De hát a szövetkezetesítés folytán ugye meg kellett szüntetni a műhelyeket, és hát beolvasztották őket ebbe a szövetkezetbe. Hát itt nagyon jó élet volt ebbe a szövetkezetbe, és nagyon szerettek engem. Hát olyanokat tudnék mesélni, hogy a tanulót első hónapban ugye meghívják, menjünk el a borozóba. És akkor ott mindenről beszélgettünk. Hát politikától kezdve a gitárkészítésig minden volt. És ezek az öreg mesterek, hát 50-70 közötti mesterek maguk közé vettek. És nem csak lótifuti voltam, hanem látták rajta talán az érdeklődést, vagy az elszántságot, de ezekre nagyon szívesen emlékszem vissza. Mivel hogy elmúltam 18 éves, tehát semmi akadálya nem volt annak, hogy a borozóba a mesterekkel elvegyüljek, de volt egy másik nagy lehetőség is, második évben teljesítménybérben dolgozhattam. Tehát azt jelenti, hogy ugyanazt a pénzt megkaptam a munkám után, amit a kezdő szakmunkások. Hát közben az iskolában is jól éreztem magamat, és hát nagyon jó eredménnyel, túl jó eredménnyel végeztem, mert úgynevezett vörös diplomát kaptam. Hát erre azt mondták, hát ez olyan egyenértékű az egyetemi diplomával. Ma is ugye hallunk ilyeneket, hogy egy jó szakma többet ér, mint egyes kis diplomák. Na most mindegy. Szóval második évben teljesítménybérbe dolgoztam, és nagyon jól éreztem magam. Hát sajnos, ami ezután jött, az kevésbé ünnepélyes. Hát ugye katonának kellett menni, és szolgálni kellett több mint 2 évig. Hát ott nem volt lehetőségem a szakmával foglalkozni. Az öcsémnek több szerencséje volt, ő bekerült a zenekarba. Hát ott furiásként működött közre, és járta az országot. Tehát kis műsorokat csináltak, és abban bohózkodott. Tehát neki ebből a szempontból jobb volt ez a katonaidő, és neki ezt beszámították annak idején, mikor a mestervizsgát kellett letenni, a gyakorlati időben, nekem nem. Tehát ezért én csak azt hiszem 26 éves voltam, amikor le tudtam tenni a mestervizsgát az öcsémmel együtt. Ő meg 2 évvel fiatalabb volt. Akkor mi ketten voltunk a legfiatalabb mesterek az országban. Erre is büszke vagyok egyébként, mert szóval kevesen voltunk, akik ilyen hamar letehették a mestervizsgát. Hát az akkori főnököm az nagyon nem örült neki, neki még nem volt meg. És ugyanakkor cimbalommal kellett persze foglalkoznom. Nagyon kívánkoztam más csinálni. Hát otthon viszont volt egy kis műhelyem, ahol más tudtam csinálni. Hozták a hangszereket kollégák is. Tulajdonképpen a seregből is hoztak hangszereket, tehát amikor már leszereltem, az akkori katonatársaim is hoztak hozzám hangszereket, mert tudták, hogy én hangszerkészítő vagyok, de hát ott nem lehetett ebben foglalkozni. A kedves ismerőseim, még van, akivel ma is találkozom. Ettől tulajdonképpen a szövetkezetből kikerültem, mert egy állami vállalat átvette a cimbalomkészítésnek a felét. És ahhoz a vállalathoz kerültem, ahol hát kicsit többet ígértek, nem igazán lett több semmivel se. Viszont itt kezdtem el foglalkozni tanulókkal. A tanulóképzés úgy nézett ki annak idején, hogy a szakmunkások, aztán a mesterek persze,
kaptak egy-két gyereket, akinek kellett olyan munkákat adni, amivel tanul, fejlődni tud, és hát tulajdonképpen igazi szakmunka. Hát nekem is volt mindig két-három tanulom. Most visszagondolva egyikből se lett hangszerkészítő. Viszont nagyon-nagyon élt bennünk az, hogy ez a tanítási módszer, meg ami az iskolában, az elméleti tárgyak tanítása körül van, az sehogy se jó. Tehát valamit kéne tenni, hogy az iskolában elsősorban legyenek írásos anyagok, amiket a gyerekek tankönyvként használhatnak. Tehát ezeket össze kéne gyűjteni, vagy írni kéne tankönyveket. Így kerültem én egy csapatba, akik szakmai ismeret, könyveket írtak. Hát ebbe is én voltam persze a legfiatalabb, 26 éves voltam, vagy 25. A vonós hangszerekről már készült egy könyv, akkor készült egyébként ezzel egy időben, az egy nagyon idős bácsit csináltam. A zongorásoknak is volt, pengetős hangszereknek nem volt vállalkozó, mester, aki ezt tanulók számára leírná. És ezért a pengetős hangszer témát, hogy úgy mondjam, rám sózták. Egyébként nagyon örültem neki, és nagyon büszke voltam rá, hogy én 25 évesen, hát persze, hogy ezért a szakmai felkészültségem azért még kicsit arrébb volt, de hát nagy lelkesedéssel készítettem. Körülbelül fél év munkája volt benne, az öcsém munkája is benne volt. Ő egy kicsit többet tudott németül, mert én kevesebbet, és hát a német szakkönyveknek az érdekesebb részeit ő lefordította nekem. Úgyhogy ez közös munkánk volt. Szóval ugyanúgy volt egy iskolatársam, aki a rajzok elkészítésében, műszaki rajzok elkészítésében segített. Hát neki is persze megköszöntem. Hát az egészért tulajdonképpen 60.000 forintot kaptam akkor. Hát nem mondom, hogy túl sok volt. A munka az igen, az nagyon sok volt vele. De máig is ezt a szakkönyvet, vagy tankönyvet, ezt használják. Ez a tankönyv, hogy úgy mondjam, bombaként hatott. Úgy bombaként, hogy a munkahelyemen, hát a főnököm az teljesen ki volt akadva rajta. Ugye ő nem tudott róla. Tudott róla, hogy van egy ilyen pályázat, vagy mit tudom én, micsoda, és készülnek tankönyvek, de arról fogalma sem volt, hogy én, a cimbalom készítő, a pengetős hangszerekről megírtam a könyvet. Hát ettől kezdve, hát nem volt nagyon maradásom ennél a cégnél. Viszont az öcsémnek nagy szerencséje volt, és ugyancsak meghívásos módon bekerült a Zeneakadémia akkor alakuló vonós műhelyébe. És hát megígérte nekem, hogy helyet csinál. Végül is így történt, hogy a Zeneakadémiára kerültem én is a vonós műhelybe. De itt egy újabb feladat várt, nem akármilyen feladat, hanem hárfákkal kellett foglalkoznom. Tudták, hogy nem vagyok vonós hangszerkészítő, de hát hárfa műhely persze nem volt, viszont volt vonós műhely, meg pafuvós, meg zongora, és a hárfát is ide a vonósokhoz sorolták. Kaptam egy külön kis szobácskát, ami egyébként